Jó, itt nem sokkal egy pacal karbonára fog készülni, de te amúgy is arról vagy híres, Lajos, hogy... Hogy jól nézek ki. Egyrészt, hogy jól nézek ki, másrészt, hogy szeretsz újra gondolni, és tovább gondolni bizonyos igen. Dolgokat. Ez azt mondom neked, hogy ez így volt 2 héttel ezelőttig, amíg nem olvastam egy cikket, és az újság nevét ugye nem mondjuk, de mondhatjuk egyébként, de azt hiszem, hogy a Vince magazinban, hogy Moszkvában nyílik majd egy paprika név alatt egy étterem is, vagy valami, és egy élelmiszer üzlet, ahol a debreceni Ikon étteremnek a séfje volt kint egy ilyen bemutató főzésen, fantasztikusan sikerült, hagyományos magyar ételek voltak, és ami engem nagyon megütköztem egy kicsit rajta, hogy oda volt, hogy természetesen nem hagyományos módon készítve. Tehát amikor rólam elterjedt, az, hogy én mindent átvariálok, vagy valami, azt azért nem szeretnénk oda eljutni, vagy én nem szeretnék oda eljutni, tehát óvom a fiatalokat is attól, hogy a végén szégyen legyen egy jó pörköltet megcsinálni, mert mindig mindent csak akkor ér valamit, hogyha átvariálunk. Ennek ellenére most ezt a pacalt vagy ezt a karbonárét átvariáljuk, tehát ezekben van játék egyébként, de mindenféleképpen én úgy érzem, hogy az átvariálásoknak az egyik alapvető lényege, hogy az eredeti elkészítési módból indul ki. Ez egy nagyon fontos része az egésznek. Mindig minden az eredetiből indul ki. Amikor te elhatároztad, hogy szakács leszel, akkor tudtad azt, vagy érezted, vagy akartad, vagy remélted azt, hogy idáig fogsz jutni? Én nem akartam szakács lenni, én pincér szerettem volna lenni, én Pakson laktak akkor a szüleim, és én mindig azt láttam, hogy egy Feri nevű pincér a Béke szállóban mindig elegáns volt, és mindig sok pénze volt. És ez nekem rohadtul tetszett. Feri volt a példa. Igen. És aztán, amikor kérdezték a szüleim, hogy mi szeretnék lenni, akkor mondtam, hogy vendéglátós. Apámnak egyetlen egy kérése volt, csak hogy kereskedő ne legyek. Azon kívül azt mondta, bármi lehetek, ők elintézték, hogy bekerüljek ebbe az iskolába, ez természetesen abban az időben protekcióval ment, csak ugye ez egyetlen egy ilyen iskola volt az egész országban. Bekerültem, elvégeztem, nagyon szerettem iskolába járni, de nagyon rossz tanuló voltam, és miután elvégeztem, azóta, tehát 69-ben végeztem, és 71 óta egyfolytában tanulok. És 77-ben, 76-ban kerültem egy olyan szituációba, szintén pincérnek szerettem volna elmenni követségre, jobban vagy inasnak, de mivel nem volt felvétel, és már minden haverom, aki ide pályázott, már mind dolgozott valami követségen, akkor azt mondták, hogy ha szakásnak mennék, már rég lenne helyem, és akkor azt mondtam, hogy írjuk át a papírt. És aztán ott ragadtam, és hála Istennek, hogy... De nem bántad meg egy abszolút nem bántam, igen. Mondhatom azt, hogy van neked egy mentorod, akit úgy hívnak, hogy Kis János, hogy ő hát az egyetlen egy mentorom az életben. Én fordított a te pályádon? Én autodidakta módon nőttem föl, most is azért rengeteget autodidakta módon fejlesztem magamat. Ez egy kicsit mindig körülményesebb és nehezebb egyébként, de megvan a maga előnye és a szépsége. Kevesebb előnye és szépsége van, mint az ember gondolná egyébként. Soha nem volt egy mesterem, aki tényleg úgy fogta volna a kezemet. 2000-ben ismertem meg a Kis Jánost, és ő volt az egyetlen egy, akivel nagyon egy hangra hangolódtunk, egyformán gondolkodtunk. Úgyhogy, nem biztos, hogy mindenki tudja, ki ő. A Kis János a Hyatt Láncnak volt a corporate séfje, 150 séf tartozott a keze alá, ezt azért úgy kell érteni, hogy egy szállodában 6-7-8, lehet, hogy van talán 10 étterem is van, vagy valami. Tehát ettől függetlenül eszméletlen nagy ember odakint Amerikában, itthon nálunk ugye annyira nem ismerik, és nem nincs olyan nagy tekintélye, mint odakint, de odakint én, amikor kint voltam, én láttam, hogy milyen dicsőség övezi egyébként, egy fantasztikus ember, nehezen hozzáférhető, nagyon nehezen enged magához, de utána nagyon sokat lehet kapni tőle. Ő volt az egyetlen egy egyébként, akitől nagyon sok mindent tanultam, de ő is már inkább mentálisan készített fel a dolgokra, az élet gyakorlati oldaláról, inkább már mint séf, hogy viselkedjek, mit csináljak. Nem az új technikákkal. De az új technikát, a sous-vide az az ő része volt, ugye ez egy érdekes egyébként, mert 2000 előtt a Kis János 3 vagy 4 évvel én mielőtt engem velem találkozott a vendéglátókörű főiskolán, a séf klubba 120 mondjuk, vagy 120 séfnek tartott
erről a szuvidról előadást, és ott nem fogott meg senkit. Tehát azt mondják, hogy amikor az ember szerencsés az életben, vagy alapján, a szerencse az mindenki mellett elmegy, vagy fölszáll rá, vagy nem, így az egyik dolog. Engem, amikor a kis Jancsi erről mesélt, engem megfogott a dolog, és én ezt a témát így, mint a koloncot elkaptam, és nem engedtem el a mai napig is. Azt hiszem, hogy a legutolsó 10-15 évnek a sikerét mindenféleképpen ennek a technológiának a köszönhetem. Tehát, és én nagyon nagy mértékben alkalmazom is. Ugye már nagy siker volt, mondhatjuk azt a múzeum is, amikor ott igen. dolgoztál, de hát azért csúcsra a konyhádat a Bokbisztrókban vitted, ha jól mondom. Hát szerintem igen, igen, de az az igazság, hogy ez hozzátartozik szerintem az, hogy akkor, amikor a Bokbisztró megnyitott, akkor 10 évvel ezelőtt, ugye körülbelül akkor indult el ez a úgynevezett gasztroforradalom nevű, vagy így nevezzük most ugye ezt, amikor megmozdult egy kicsit a szakácstársadalom, és a Molnár B-nak az inspirációjára elkezdtünk kicsit másképp gondolkodni, és ezt megint jókor nyitottam egy új stílusban, ahol már ez a fajta stílus kezdett a köztudatba bemenni, kezdett ismerté válni, és így megint, ez még jókor, jó helyen, jó időben. És hát voltál egyszer még jókor, jó időben, jó helyen. Mondhatjuk azt, hogy mondjuk az egyik csúcsa a pályádnak, vagy legalábbis, ha nem is főzéssel, hát mondjuk a Boküzdorban. Igen, az egy rendkívül fantasztikus élmény volt. Tehát olyan, csapatkapitány is voltál, vagy igen, hogy igen. Hát ez a Boküzdor Akadémia elnöke voltam, és ennek csak annyi egyébként a jelentősége, a titulus, ez csak egy titulus egyébként szerintem, hogy ugye az elnök az zsűriz. És a zsűribe egyébként rendkívül nagy nevű séfek nagyon ülnek. Nagyon jól mutattál Thomas Keller mellett. Egyébként, és próbáltam ottan vigyorogni, mint a vadalma mellette. És azért olyan ikonokkal beszélhettem, és olyan ikonokkal ülhettem egy asztalnál, akit azelőtt csak így sajtóból vagy tévéből csodáltam, vagy valami. De aztán ehhez is hozzászokik az ember, és azt mondja, ez már egy természetes dolog, úgyhogy... És a főzés az minden egyes pillanatában öröm? Tehát, hogy... Hát én már az igazság, ugye a Bicsár Attila mondta egy fél évvel ezelőtti műsorban, hogy évek óta most látja a bírót először főzni. A főzés az természetesen mindig örömet okoz. Nekem van 2-3 nagyon okos társam, akik egyébként gazdaságilag okosabbak nálam, ezeket a vállalatvezetéseket, a különböző szisztémákat ők tanulták, tehát ők ezt másképp látják, vagy alem, és ők elkezdtek engem ezen a téren csiszolgatni, úgyhogy én 4-5 éve folyamatosan, még nem tartunk a végén, de azért egy 40-50%-nál már igen, adom át a stafétabotot. Ez az elején nagyon nehezen ment, tehát ebből csak annyit szeretném mondani, hogy effektíve odaállni a platnihoz, főzni nap mint nap, már nem csinálom. Elértem már azt, hogy amit elmondok, 90%-ban úgy tudják végrehajtani, hogy én elgondolom, és ez egy sokkal nehezebb dolog, mint odaállni főzni. Én ezt tudom igazolni, ez biztos, hogy így van. És a másik dolog az, hogy remélem ezt a 10%-ot is át fogom tudni nekik adni. Csak akkor állok már oda, ha nem jön össze az elképzelésem, az én agyamban megvan. Abban az esetben odaállok, és úgy érzem még, hogy meg tudom mutatni nekik. De ők is körülbelül mindig azt mondom, hogy olyan idezelvetéve harc megy, mint otthon a fiammal, van egy 18 éves fiam. Tehát ugye a hormonok benne most dolgoznak, és be akarja bizonyítani, hogy a családban ő is férfi, és ő is domináns. Ezt azért én mindig megpróbálom mindig helyre tenni. Hát ugyanígy vannak nálam a fiúk is, ők is szeretnének dominánsok lenni. Helyjel közel sikerül nekik, de azért még megvan összintem, azért még mindig oda bírom tenni magamat. A háziasszonyoknak és az otthonfőző uraknak azt ajánlod, hogy legyenek bátrak a konyhában? Abszolút. Vagy tartsák be a receptúrákat minden esetben? Az egyik legfontosabb dolog, mindig azt szokták mondani, hogy a szakácsok olyan receptkönyveket csinálnak, amit úgyse lehet megfőzni. Van olyan, aki ilyet csinál egyébként, de az nem a Szegál, és nem én vagyok, ugye, mert azt hittétek, most azt mondom, hogy a Szegál az. Nem. Ezért, úgyhogy, de ez az egyik, hogy vannak olyan szakácskönyvek, amiket tényleg be kell tartani, és hogyha betartja az ember, akkor ez működik. Ez az egyik része a dolognak. A másik része pedig az, hogy az ember, ha vendégeket vár,
ne akarjon új kajával villogni, hanem főzze meg azt, amit már főz 10 éve minden hónapban, tehát csak a biztosra menjen. Ezen minden magyar szakács szerintem átesett egyébként. Tehát én akkor döbbentem le, amikor itt volt a Viena és a Viola, ugye a Four Seasonsben, és minden vendég várta a csodát. Tehát mondták, hogy milyen kaja lesz, Lajos, és akkor ugye, és akkor Andrissal csináltuk az egyik nap mi ugye a moderátort, és akkor átmentünk, és akkor mondták, hogy mi lesz, és akkor mondtam, hogy gyerekek, ma fantasztikus lesz, és akkor mondták, hogy de mikor jön, és akkor most mi, ami most fog jönni? Ugyanis nem csináltak semmi különöset, ugyanakkor mégis eszméletlen jót vagy, hanem csináltak egy sült csirkét végül is, de biztosra mentek. Mi azt csináljuk, hogy egy tányéron meg akarunk mutatni mindent, beledöglünk a szépségünkbe egyébként, és valahol biztos, hogy belebukunk az egyharmadánál vagy a kétharmadánál. Tehát túl bonyolítjuk, túl variáljuk vagy valamit. Én nekem az életem most azt hiszem, hogy arra fele indul egyébként a szakmában, hogy egyre inkább az egyszerű ételek felé megyek vissza.